Gazdálkodók sokszor összetévesztik a vadkendert a parlagfűvel, a két növény különbözik, a parlagfű az, ami a legtöbb problémát okozza. Idén a megszokottnál korábban kezdődik a parlagfű virágzása, a növény egészen őszig szórja a polleneket, rengeteg kellemetlenséget okozva az arra allergiás embereknek. A korai virágzás oka a hirtelen átmenet nélkül érkezett nyár, ami a gazdálkodókat is kihívás elé állította. Volt egy nagyon meleg áprilisunk, ezt követően egy nagyon meleg május, viszonylag kevés csapadék hullott, viszont a parlagfű csirázásának és fejlődésének ez nagyon kedvezett. Már március végén kikeltek a parlagfű növények. A gazdálkodók a gyomirtó kezeléseket nem tudták időben elvégezni a csapadék hiány miatt, így a parlagfű gyakorlatilag szabadon fejlődhetett, és megelőzve a virágzási időszakot, ami általában július vége, augusztus szokott lenni, már most június végén, július elején várható, hogy elkezdődik a parlagfű virágzása. A nyírségi területek kifejezetten érintettek ilyen téren, hiszen az itt lévő könnyű homoktalajok gyorsan melegszenek, és viszonylag jó a vízgazdálkodásuk, így megelőzés híján a parlagfű szabadon tud fejlődni. A parlagfüves terület megtisztításáról a gazdáknak maguknak kell gondoskodniuk, ellenkező esetben bírságra számíthatnak. Az elmúlt évben 117 hektáron kezdeményeztünk eljárás gazdálkodókkal szemben. Viszonylag nagy számú gazdálkodóval szemben jártunk el, 315 gazdálkodót érintett az eljárás. Itt közérdekű védekezéseket rendeltünk el, növényvédelmi bírságot szabtunk ki, valamint a költségek megtérítésére is felszólítottuk a gazdálkodókat. A kormányhivatal munkatársai július 1-én megkezdik a helikopteres felderítést a megye teljes területén. Ekkorra a gazdálkodóknak el kell távolítani a földjeiken terjeszkedő parlagfüvet, máskülönben a hatóság eljárást indíthat ellenük.